Köszöntöm a kedves komáromiakat. Frissnek az év, Covid-tesztem, az van, hangom kevésbé, de még így rekettes hangon is arra szeretném biztatni a komáromiakat, hogy jöjjenek, hiszen a mai naptól elindult itt a Csay János Kórház oltópontján is az oltási akcióhét. Azt tudom elmondani önöknek, hogy Komárom városában is 10 és 20 között van a napi fertőzötteknek a száma, tehát látható, hogy a negyedik hullám itt tombol városunkban is. Úgyhogy az egyetlen fegyver, amivel ezt meg tudjuk állítani, az az oltás. Ezért kérem a komáromiakat arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Továbbá arra is kérem a komáromiakat, hogy a zárt terekben, ahol ugye a jogszabály ezt előírja, és az önkormányzat is természetesen a saját helyiségeiben előírta a maszk használatot, ez kötelező most már a szombati naptól, üzletekben, kulturális helyiségekben, a hivatalokban. Tehát erre kérek mindenkit, hogy tartsuk be ezeket az előírásokat, ezeket a jogszabályokat, tartsuk be a védelmi intézkedéseket, hiszen ezek a legfontosabbak. És ennél még fontosabb, hogy jöjjenek és vegyék igénybe azt a lehetőséget, hogy regisztráció és időpontfoglalás nélkül lehet jönni ezen a héten, tehát a mai naptól, hétfőtől egészen vasárnapig, reggel 7 órától este 7 óráig ide a Csay János Kórház oltópontjára. Köszönet az oltópont valamennyi dolgozójának, a Csay János Kórház valamennyi orvosának, ápolójának, dolgozójának, akik segítik az oltási munkacsoportnak a munkáját. Köszönöm nekik azt, hogy most is segítenek megvédeni a komáromi embereket. Önöket pedig arra biztatom, hogy vegyék igénybe ezt a lehetőséget, hiszen az oltás az egyetlen fegyverünk. Ne feledjék, az oltás életet ment.